Állománygyűlést tartotta a történelmi vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzszéke Gödöllőn, a Premontrai gimnáziumban, október 25-én. Vitéz Csuka Tamás, nyugalmazott tábori püspök, dandártábornok beszédében utalt arra, hogy a szabadság isteni ajándék, ám a szabadságért küzdeni, harcolni kell. Az Isten igéje is beszél szabadságról, az egy kicsit másfajta szabadság, mint amit mi szabadság címszó alatt szoktunk emlegetni. A Biblia azt tárja elénk, hogy két olyan szélsőség van ezen a világon, amely szélsőség miatt tulajdonképpen az embernek szenvedni kell. Az egyik nem a szabadság, hanem a szabadosság. Hogy mit jelent a szabadosság, különösképpen magyaráznom nem kell, hiszen látjuk, hogy ezt a szép fogalmat, a liberalizmust, hogy rondították el, és lett belőle libertinizmus, a szabadságból szabadosság, ami azt jelenti, hogy minden értem van, minden az én kényelmemet kell, hogy szolgálja, én szabom meg a törvényt, én istenkedek, akár mások felett is. Erről Jézus így beszél a Bibliában, hogy az ilyen ember, és érdekes az összefüggés, Istent nem fél, tehát embert nem becsül. Látjuk, hogy szép számmal vannak ilyenek, akik Istent nem félnek, és ezért embert nem is tudnak becsülni, sőt a hazájukat se tudják igazán becsülni. De van egy másik szélsőség, az pedig a törvényeskedés. Amikor valaki arra gondol, hogy különböző törvények, akár vallási törvények megtartásával is, kínos, precíz megtartásával elnyerhetem az Isten jó tetszését. Tehát az Istennek azért kell engem szeretni, mert én jó ember lennék, és igyekszem a kedvébe járni. És valahol a két szélsőség között van az a bibliai keskeny út, amiről az apostol is beszél, az a fajta szabadság, amelyet Jézus Krisztus ad nekünk. Mi ez a szabadság? Amikor szabad leszek önmagamtól, ugye Pál azt így fogalmazza, hogy élek többé nem én, nem az én nagyra nőtt énem uralkodik, hanem él bennem Krisztus. És a bennem élő Krisztus tud szeretni, tud szolgálni, tud megbocsátani, és akkor már nem az az érdekes, hogy a többiek mit tesznek és hogy szolgálhatnak nekem, hanem ha Krisztus bennem él, akkor az az érdekes, hogy mit tehetek én a másik emberért, és mit tehetek én a hazámért. És én azt kívánom, ez az én imádságom, hogy Isten a külső szabadság mellett, amiért tenni kell, harcolni kell, hiszen látjuk, hogy hány oldalról, hányféleképpen próbálnak szorongatni minket. Volt itt török uralom, szovjet uralom, Moszkva is, most van Brüsszel, és sok minden van, ami szorongatja az embert, és ami el akarja venni az önállóságunkat. Szükségünk van a külső szabadságra, de ez úgy gondolom igazán akkor élhető el, ha belsőleg szabadok vagyunk. Ha mi felszabadulunk a bűntől, a bosszúállástól, és Krisztus szeretetével, mindig azt nézzük, hogy mivel lehetek hasznára az én nemzetemnek, az én hazámnak, és az én felebarátaimnak. És azt hiszem, hogy ez, amikor az ember önmagát legyőzi, az igazi vitézség. Hát legyünk mindannyian ilyen vitézek, és ebben bajtársak. Úgy legyen. Amen. Vitéz Hunyadi László, a történelmi vitézirend főkapitánya emlékeztetett arra, hogy Magyarországon 20 éve alatt vitézeket a rend. Sarokba szorítottuk a gyalázatot, mert eddig nem féltek tőlünk. Eddig intettek ránk, hát ez egy ilyen joviális, vagy még mondták azt, hogy félkegyelmű, meg mit tudom én, milyen társaság, aki ugye el van, hagyj csinálják a maguk kis de játékait, és nem fogták fel, hogy ez mennyire halálosan komoly munka volt ez az elmúlt 20 esztendő, és most már tudják. És
és most már nem úgy tekintenek ránk, mint elnéző mosolyjal, mint egy hazánkat, a nagy dicső múltot visszasirató, a horti korszakot visszavágyó romantikus vagy nosztalgikus csapatra, hanem úgy tekintenek ránk, mint a tisztánlátókra. És ezt azért mondom, mert a 20 év alatt, és soha nem akartunk a nyilvánosság rivaldájába szerepelni, mindig azt vártuk és azt kértük rendtársainktól, hogy legyünk lelkiismerete a társadalomnak. Ez azért fontos, mert nem beosztások, nem pozíciók és nem tisztségek mentén próbáltunk hatást gyakorolni erre a nemzetre, és természetesen a nemzet elirányítójaira vagy félrevezetőire, hanem azzal a habitussal, azzal a magatartással, ami, és ez, amit nem fedeztek fel rögtön, és nem értettek rögtön tisztán, hogy a tekintetükről ezeknek a rendtagoknak már eleve leolvasható, és az is, hogy lepattan róluk minden olyan próbálkozás, amelyik Isten haza és a család ellenes próbálkozás. Ez körülbelül olyan lehet, hogy az ember megy az utcán és gondolja, hogy esetleg mint kódus, na ettől kérnék, de látom az arcán, hogy kár is oda menni hozzá, mert nem azért, mert szívtelen, hanem az arc kifejezése kemény és tiszta. És én nagyon örülök annak, hogy ahogy járom az országot és járom az állománygyűléseket, hogy egyre több ilyen acélozott, megedzett arcélet látni, és elsősorban a fiatalságnak örülök, hiszen ez a legfontosabb számunkra, hogy folyamatosan fel tudjuk tölteni a rend létszámát, a rend állományát ifjú harcosokkal, ifjú kemény edzett, kemény derekú magyar legényekkel, hiszen, és hölgyekkel, hiszen a hölgyeket külön kell említeni, hiszen a nemzet sorsa az ő kezükben van, ez most már körülbelül Mátyás óta biztos dolog, és nem egy kitalált dolog, tehát, és ezért is nagyon nagy tisztelettel fordulunk irányukba minden alkalommal. Tehát ez a 20 év elég volt arra, hogy szépen csendben ez a láthatatlan gárda, láthatatlan légió, vagy fel nem ismert légió egyszer csak poronra lépjen. Egyszer csak poronra lépett, és ma, akik ha nem is hiszik el, vagy nem is akarják tudomásul venni, hogy szerepünk van, és közünk van ez az egészhez, ami ma itt folyik nemzetünk oltárán, és nemzetünk színpadán, ez bizony élethalálharc. Ezt el kell fogadni, és bele kell ebbe szoknunk, hogy nem fogják ingyen adni. Higgyük el, hogy, és látjuk is ma már, hogy meg kell küzdenünk azért a jogért, azért a jussért és azért a hitért, amelyet valamikor őseink megszereztek és megtartottak. Nekünk is meg kell tartani. Az állománygyűlésen egészségi ok miatt elmaradt vitézi avatást pótoltak, egy személyes avatás volt, ami ritka alkalom. Az érdemszerző idősebb Pintér Sándor fiát, ifjabb Pintér Sándort avatták a történelmi vitézirend tagjává, amelynek az ő lánya, Pintér Rita, már korábban tagjává válhatott. Én vitéz Pintér Sándor. Esküszöm a Szent Koronára. Esküszöm a Szent Koronára. Hogy a vitézi rend célkitűzéseit, a rendi kódex előírásait ismerem, azokat a rend főkapitánya, és a vitézi elöljárók utasításaihoz hűen, és a vitézi rend előjárók híven, minden körülmények között megtartom. Életem végéig. Magyarságomat soha meg nem tagadtam. Semmiféle nemzetellenes. Vagy titkos szervezetnek. Tagja nem voltam. És nem vagyok. Isten engem úgy segíjen.
A legfőbb hadúr nevében vitézi javatnak. Köszönjük szépen, a papának jár a nagy puszi, és reméljük, hogy az érdemszerző ős a Dakutyán boldogan látja ezt a jelenleg. Köszönöm szívből, gratulálok. Dacolva a körülményekkel. Igen. A Jóisten, nagyon az utolsó szó. A törzszék idén avatott tagjai bemutatkoztak az állománygyűlésen. Kitüntetéseket is átadtak, többen részesültek elismerésben tevékenységükért. Lovas Károly megbízott vitézi hadnagy a történelmi vitézi rend bronz érdemkeresztjét vehette át. Vitéz Ambrózi Árpádnak a történelmi vitézi rend bronz nemzetvédelmi keresztjét adományozták vitéz ékítménnyel. Dr. Vitéz Bucsi László a történelmi vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzszékének a törzskapitánya elmondta, hogy a törzszék tavaly októbertől idén szeptemberig 43 eseményen állt helyt és vett részt, erről képes összefoglalót is készítettek. Most március 15-e Gödöllőn mindig igen komoly rendezvényt szokott lezajlani, a város részéről is, meg hát ugye a lovas társadalmat ilyenkor összerántjuk, de hát itt olyan pocsék idő volt, hogy tulajdonképpen csak egy kisebb egység merte kihozni a lovait, rendkívül csúszós időjárás volt, és hát ilyen havas, zimankós időben voltunk ott, de böcsülettel ott voltunk. Nos, az előbb említett tánt, a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör, ez egy érdekes meghívás volt, ugyanis Tőr László ezredes urat, akkor még tán alezredes volt, sokan ismerjük. Azt is tudjuk, hogy a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezett egy összevonást a történelmi vitézi rend és egyéb más rendi ágak között, és hát ez a dolog nem sikerült igazából, nem a mi hibánkból, és ennek a magasrangú katonatisztnek bizony ez kellemetlen perceket okozhatott. Ebből kifolyólag a vitézi rend szót a háta közepében nem kívánta. Nyilván. Én korábban hallottam egy előadását, és nagyon-nagyon meglepett, hogy egy magyar főtiszt milyen valóban magyar szempontból kifogástalan és lelkes beszédet előadást tudott tartani, és tulajdonképpen erre az előadásra én hívtam meg őt. Nem volt egy egyszerű dolog, és abban maradtunk, hogy gyakorlatilag a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör és Isaszeg város művelődési központja fogja őt meghívni. Ennek ellenére a nézőközönség gyakorlatilag ez volt, mint ahogy ti vagytok jóformán, és az előadás remek hangulatban telt. Borosbánk Levente vállalta, hogy ő lesz a moderátora. Több, mint ahogy mondta, nem igazán tudja, hogy milyen alapon van itt, hogy mint a honvédelmi miniszter tanácsadója, vagy mint Tőr László barátja, vagy mint a történelmi vitézirend tagja. Egyedül ő mondta ki ezt a szót. Én mindig azt mondtam, hogy az a vitézi hagyományokat őrző csoportosulás. És akkor a Tőr is elnevette magát, meg én is. És onnantól kezdve kezdtünk közös nevezőre jutni. Az előadása remek volt, és hát ebből néhány dolgot itt. Ugye itt Levente mondja magáét. Hát a Tőr Lászlót ma az is megfogta, hogy ugye az előadás címe az volt, hogy a magyar katona vitézségének tisztelete. És én tudtam, hogy van egy ilyen könyv, amit a 30-as években adtak ki, a magyar katona vitézségének 1000 éve. Tehát ez a két cím olyan szinten stimmelt egymáshoz, hogy ezt nem lehetett kihagyni, hogy megszereztük ezt a könyvet, és ez a könyv van ott az asztalon, egy szabjagyűjteménnyel, ami hozzám köthető. Tőr László egyébként középkoros fegyverszakértő. Tehát ő itt most tulajdonképpen három részből is kapott egy ilyen kis lelkispriccet, és hát a közönség pedig abszolút vette, amit mondott, mert olyan mondandója volt. Ugye kezdte a hőskultusszal, Szent Lászlóval, tehát végigvitte az Árpádházi történelmet. Komolyan mondom, olyan neveket sorolt fel, amiket én az életemben nem hallottam, nem láttam, és ezekről is szót tudott ejteni. Ugye,
a képes krónikának a miniatúráin, ugye Zrínyin keresztül, Hunyadin keresztül vezette végig a magyar őskultusz Tinódin, és nem is tudom, ki van a Dobó Istvánon keresztül. Ugye ez a Rostás Pál nevű huszár, ő, ha jól tudom, több száz lövést viselt el, és úgy mentette meg a társait, azért kapta a szobrot valamikor, aminek ma csak az a csonka oszlopva a maradéka. Itt látjuk, hogy a 1867 utánra datálható a Hősök Tiszteletének az intézményesített ápolása, ezt az előadó részletesen kifejtette, végigvitte ugye a világháború, trianoni eseményeket, és itt döbbenetes számokat sorolt föl. Ugye a Magyar Királyság területéről besorozott 3.797.000 katonából mintegy 661.000 esett el, 743.000 megsebesült, és 743.000 fogságba estek. Természetesen egy részük az akkori nemzeti kisebbségekhez tartozott. Óriási számok, ugye? Az egész előadásának különben az volt a kicsengése, hogy minket állandóan püfölnek, ütnek, vágnak, hogy vesztes nemzet vagyunk, mindig a rossz oldalon állunk, és ennek az előadásnak az volt a konklúzió, hogy a magyar haditörténet az sikertörténet. Minden nehézsége ellenére, mert mi, illetve a magyar katona mindig helytállt minden helyzetben, hogyha harcolnia kellett. Az állománygyűlésen kitüntették a II. Világháborúban hősiesen harcoló Pántis Istvánt. Zászló aljának a kétharmada elesett a harcokban. Pántis Istvánt akkor felterjesztették a kis ezüst vitézségi éremre, amit azonban sohasem kapott meg. A töltelmi vitéz rend azonban megszerezte a kitüntetést, és a rendezvényen átadták Pista bácsinak.